A Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartották a Protokoll desszert verseny döntőjét július 7-én. A gasztronómiai esemény célja egy vendéglátással egybekötött magas szintű állami, diplomáciai és üzleti protokoll alkalmak során kínálható egyedi tányér és csomagolható desszert összeállítása. A diplomáciai érintkezésben kiemelt helyet foglal el a gasztronómia, hiszen a díszétkezés utolsó elemét alkotó tányérdesszert a diplomáciai események sikerére is komoly hatással lehet. Fogalmazott nyitóbeszédében Zsiga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Emlékeztetett, kevesen tudják, hogy az államközi kapcsolatok legmagasabb szintjén nem csak a tárgyalóasztalnak, hanem az étkezőasztalnak is kivételes jelentősége van. A versenyt Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg, aki kiemelte, az ország protokoll desszert pályázatának nem titkolt küldetése, hogy különleges desszertjei hozzájáruljanak tradicionális étkeink és kreativitásunk bemutatásához, akár a nemzetközi közösség előtt is. A cukrászati alkotásokat két fordulóban értékelték. A kategória győztes desszert a Gróf Széchenyi család alapítvány hozzájárulásával és támogatásával használhatja a Széchenyi nevet. Így nem csak új magyar desszert született, hanem egyben cukrásztörténelmi pillanattanúi is lehettünk, hiszen a legnagyobb magyar nevét viselheti a győztes alkotás. A verseny külön díját a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrségdandár kiemelt vendéglátás biztosító alosztály cukrász csapata nyerte.